dolgot, hogy a Pilis a magyarság szakralitásának ősi szentrája. Már Attila idejében nagy becsben tartották, az Alba Regalis, azaz Fehérvár vagy Ős-Budavára is a Pilisben, Budakalász fölött a kevélyen található. Nem összetévesztendő a harmadik Béla által a tatárjárás után épített mai budai várral, ami 1247-től 1256-ig épült, és 1256-tól lakták be tulajdonképpen. Azt is elmondhatnám, hogy ennek az oka tulajdonképpen az Ős-Budavár elhagyásának az oka az volt, hogy nem védvár volt az Ős-Budavára, hanem szakrális királyi vár volt. És egy védvár kellett, hogy ahol biztonságban lehetne. Tehát nem összetévesztendő a mai budai várral. Továbbá a Pilis szakralitása az Árpád-kortól oklevelekkel bizonyítható. Mindvégig királyi központként működött, soha nem lehetett adni-venni benne földterületet, csak királyi jóváhagyással. Belépni is csak engedéllyel lehetett. Tehát az, hogy mi most belépünk ide, majd kérünk engedélyt, tehát az egy kiváltság. A mai kor kiváltsága. Nagyon sok minden nem kiváltság a mai korban, de ez kiváltság, hogy mi ide felügyelet nélkül beléphetünk. Tehát ez a mai kor adománya. A Pilis a Visegrádi hegységgel együtt egy hatalmas szívet formáz, melynek közepén dobogókő található, a Kárpát-medence energetikai központja. A magyarságot mindig is a mágikus tudás letéteményeseinek tartották. Amit kaptunk most az előbb, még egyszer a keresztnevet, Károlytól, bocsánat, majd megjegyzem, Károlytól, ez egy mágikus tárgy, abba a róva van. Lélekkel, szellemmel, tehát abban energia van. Úgyhogy én éreztem annak az energiát, nagyon szépen köszönöm. Jó esett, kellett. Szóval a magyarságot mindig is a mágikus tudás letéteményeseinek tartották. Hát már eszembe jut egy csomó minden a rónákról, most a róvásról, úgyhogy már mindegy. A magyar nyelvet pedig a mágikus nyelvnek. Nincs még egy olyan nyelv, amely ennyire kifejező, ennyire képi és ennyire leíró lenne. Ha odafigyelünk, ősi titkokba avat be minket. Az egyik legősibb szavunk a szer szó. Ez egy kulcs szó, melynek jelentését sokan nem ismerik. Jelentése törvény. Ennek a szónak az ismeretében már is megértjük a szertartás szavunkat. Jelentése isteni törvények megtartása. Csak az lehet igaz ember, aki az isteni törvényeket megtartja. Az isteni törvények nem változnak. Egyetlen egy szóba össze tudnám foglalni, szeretet. Tehát az isteni törvények nem változnak, az emberi törvények változnak. Az ember az szellemi lelki érettsége által különbözteti meg a dolgokat, és annak függvényében állítja valamiről, hogy jó vagy rossz. De az isteni törvények állandóak. És aki igaz életet akar élni és teljes életet, annak ezeket kell figyelembe tartania, és erre kell fókuszálnia.